A tavaszváró dalos ünnep egyidős a Fehérló közösségi házzal, hiszen amióta megnyílt az intézmény, minden évben megszervezték ezt a programot is. Ez pedig leginkább a város és a térség kórusainak és azok aktivitásának köszönhető, mondta el Keresztény Gyula köszöntő beszédében. Az idei eseményt Iváncsics János nyitotta meg, aki megköszönte az énekkarok aktivitását és jó szórakozást kívánt az estéhez. Tényleg nagyon szépen köszönöm a kórusvezetőknek és a kórustagoknak is, hogy rászánják ezt a délutánt. Külön köszönöm a vendégeinknek, Halászibor, Sági Tündéknek és Wagner Licáiknak, Álnokról, hogy eljöttek hozzánk, és ők is színesítik ezt a nagyon szép délutánt, ami, ahogy Gyuszi mondta, hogy hát bizony már bőven nagykorba lépett. A fellépések sorát a Klangorének együttes nyitotta meg Boyer Varga Szilvia vezetésével. Ezt követően az evangélikus gyülekezet énekkara lépett színpadra, őket pedig a Heiderözle német nemzetiségi dalkör és a horvát nemzetiségi kórus követték. Az esemény elmaradhatatlan vendégei továbbá a Lajta László vegyeskar és a Vízhang vegyeskar. Mosonmagyaróvár mellett érkeztek Halásziról, valamint Mária Kálnokról is. A műsor végén az alpolgármester oklevelet adott át a kórusok vezetőinek, és megköszönte áldozatos munkájukat. Az idei tavaszváró dalos ünnep végül a hagyományos közös énekléssel zárult. A műsort most hétvégén teljes egészében is megtekinthetik televíziónk adásán.